A brit énekes az elmúlt években több hajbeültetésen és injekciós kezelésen is átesett, azonban ennek ellenére sem kapta vissza korábban látott dús hajkoronáját. A turnéra készülő Williams most parókával igyekszik orvosolni a problémát. Énekhangja ugyan az évek során sem kopott meg, az idő múlása bizony látszik Robbie Williamsen is, a 48 éves énekes ugyanis erősen megkopaszodott. Nem elég, hogy a napokban hajléktalanná vált, úgy tűnik, a kinézetével is meg kell küzdenie a brit világsztárnak. A lakhatási problémái ugyan vélhetően meg fognak oldódni, az öregedés jelei ellen már évek óta küzdő Williams korábbi dús hajkoronáját alig ha kaphatja vissza, ugyanis sorozatos hajbeültetések és injekciós kezelések sem tudták újraéleszteni korábbi frizuráját. A Take That fiúbandával ismerté vált énekes ennek ellenére sem esik kétségbe, úgy gondolja, egy jól megválasztott parókával újra magabiztosan léphet színpadra. Erősen gondolkodom rajta, hogy vegyek egy parókát. Most már vannak ezek a nagyon életű darabok, amikhez le kell borotválnod a fejed, majd ragasztó segítségével rögzítik azt. Ezek pár hétig tökéletesen kitartanak. Nyilatkozta a Tessánnak az énekes, aki csak különleges alkalom esetén viselné a kamufrizurát. A parókát a turnékon viselném. Most úgy nézek ki, mintha mullett hajam lenne, ezért nagy erőt adna, ha úgy nézhetnék ki a színpadon, mint egy 27 éves. A brit közönség kedvenc mindent megtett azért, hogy valahogyan megmentse hajkoronáját, azonban a különböző beavatkozások sem hoztak nála eredményt. Teljesen elveszítem a hajam, amikor rásüt a nap, a fejem búbja úgy néz ki, mint egy baba popsia. Mesélte a problémái ellenére is vidám Williams. Elmentem hajbeültetésre is, ahol azt mondták, hogy sajnos túl ritka a hajam ahhoz, hogy meg lehessen növeszteni. Emiatt vállalkoztam injekciós kezelésre, amely egy igazi vagyon volt, két fiola folyadék annyiba került, mint a nagymamám háza. A kezelés a borsos ár ellenére azonban szintén nem volt eredményes, két hónap elteltével sem mutat érdemi változást az énekes hajkoronája. Következő turnéján így jó eséllyel már egy parókás, ám ugyanolyan fiatalos és lendületes Robbie Williams-t láthatnak és hallhatnak majd a rajongók a színpadon.